Nagy vihar volt a Dél-Alföldön 200 évvel ezelőtt, 1813. júliusának idusán, amikor Kántor Erzsébet életet adott fiának, Szeged alsótanyán. Férjével, Rózsa Andrással a Sándor névre keresztelték gyermeküket. Már újszülöttként, kisgyerekként is nagyon erős volt, kirúgta magát a pólyából. Későbbi védettsége az, hogy a golyó nem sebesítette meg, visszapattant róla a golyó, mivel burokban született, ezért rendelkezett ezzel a szintén nem mindennapi tulajdonsággal. Néhány a több tucatnyi legenda közül, amelyek már életében kísérték a betyár királyá lett Rózsa Sándort. De ki is volt ő valójában, és hogyan lépett egyáltalán sokat magával az üldözöttek útjára? Az 1830-as, 40-es évek gazdasági társadalmi viszonyai magyarázattal szolgálnak. A Dél-Alföldön nagy számban éltek akkoriban olyan nehéz sorsú zsellérek, jobbágyok, akiknek se házuk, se földjük nem volt. Ők uradalmakban próbáltak mezőgazdasági idénymunkákból megélni, de hát ez sem adatott meg mindenkinek, és ezáltal elég sok földönfutóvá vált ember lett. Azt mondják, Rózsa Sándor gyógyíthatatlan szerelmi bánatában lett betyárrá. De véletlenül az is meghatározó volt, hogy még kisgyermekkorában apja lólopásért bitófát kapott. Rózsa Sándor első büntettét 23 éves korában követte el. A Halashoz tartozó Balota pusztán az egyik tanyáról két tehenet elhajtott. Ami miatt el is ítélték, a szegedi börtönbe került, másfél évet róttak ki rá, de 10 hónap után megszökött, hát nem tetszett neki a börtönben való raboskodás, és innentől kezdve hát gyakorlatilag a betyárok életét követte. Nos, nem csoda, hogy Rózsa Sándornak nem fűlött a foga a börtönhöz. Erről Kiskunfélegyháza múzeuma, a hajdan is hírhedt börtön mind a mai napig tanúskodik. Itt lent a pince börtönben és följebb kicsit jobb kondícióban lévő börtön szobákban itt voltak a legrosszabb betyárok és a legrosszabb bűnözők, és akár hónapokat is tölthettek itt. Egyes legendák szerint Rózsa Sándor is lehetett ebben a börtönben, és itt több olyan tárgyi eszköz is van, amelyben az bizonyítja, hogy Rózsa Sándor itt járt Kiskunfélegyházán. Rózsa Sándornak az évek múlásával egyre több lett a rovásán. Próbált ugyan jó útra térni, 1845-ben például magához a királyhoz nyújtott be kegyelmi kérvényt, hiába. 5. Ferdinánd ugyanis azt a bírót kérte tanácsadóként, aki korábban elítélte, nyilván ő nem támogatta és nem bízott Rózsa Sándor jó útra térésében. Maradt hát a betyár élet, a bujdosás, bujkálás. Ennek mementói az országutak találkozásában épített csárdák. A kondorosi csárda 8 országút kereszteződésében állt. Arad felé ment itt egy fontos útvonal, Budapest felé ment a másik fontos útvonal, Debrecen felé ment egy nagyon fontos útvonal, tehát megkerülhetetlen volt, hiszen a betyárok előszeretettel keresték azokat a helyeket, ahol az áru cserélt gazdát. A helyiek szerint Rózsa Sándor alföldi portyázásai során a zsákmány reményében Kondoroson is többször megfordulhatott. A kondorosi csárda híres rejtett kéményében vagyunk most. A betyárok fölmenekültek ide a padlásra, és a csendőrök, pandúrok utánuk jöttek, akkor ezen a járaton le tudtak csúszni egész a pincéig, ahol csatlakozott az alagút, és el tudtak menekülni. Dédjeim, ugye mesélték azt, hogy Rózsa Sándor sokat járt Kondoroson, például olyan, hogy itt a kémény mellett bújt el, és akkor ott nem találták meg olyan, hogy hát a fialak csárdái alagútjuk volt, végig lóháton járt oda, ott megvan a kijáró, és már láttam. Állandó menekülésben voltak a környéken. Tulajdonképpen a csárdák adták meg nekik azokat a biztos pontokat, ahol ők találkozni tudtak, illetve a tanyai embereknél tudtak elbújni. A legendák ugye arról szólnak, hogy a betyárokkal, a csárdabérlők, a csárdaépítői, a földesurak azért próbálták a jó kapcsolatot fenntartani annak érdekében, hogy az ő birodalmuk, az ő birtokuk azért ne legyen veszélyben.
De ha a betyát sietében se a csáda szépasszonya nem tudta elrejteni, se az alagútig nem jutott el, az sem okozta a vesztét. A rejtekhely az itt volt, ahol én állok, ez alatt van egy olyan búvóhely, ami nyilván annak idején nem volt ilyen szénnyáló, és hogyha a csendőrök följöttek ide a betyárok után, akkor bejöttek esetleg a kéménybe, és azon a helyen álltak, ami alatt a betyárok elrejtőztek, és nem vették őket észre. Több történet szól arról is, hogy Rózsa Sándor Csongrád megyében, Ópusztaszer környékén is gyakran megfordult. Ennek állít emléket a Szeri csárda kiállítása. Itt a Délalföldön úgynevezett betyárfészeknek nevezték ezt a területet. Kisteleken, a Tóth családban él még egy legenda, hogy az ő tanyájukat meglátogatta Rózsa Sándor egyszer, és nem volt otthon senki, csak a kisgyermek, és kért ennivalót. Utána, miután megebédelt, odahívta a gyermeket magához, és egy hatalmas pofont csapott le neki. Nyilván a fiú azért kapta ezt a pofont, hogy ne mondja el senkinek, hogy Rózsa Sándor itt járt, hiszen azért, mert nem csinált semmit, ekkora pofont kapott, mi lehet a következménye majd annak, hogyha elmondja, hogy Rózsa Sándor erre járt. Rózsa Sándor életének legfontosabb eseményeit a fennmaradt hiteles levéltári anyagok és a korabeli sajtóforrások mellett a szájról szájra generációkon átívelő visszaemlékezések örökítik meg. Ide járt Kondoros a patkon egy Gazsó nevezetű emberhez, és olyat csináltak, hogy fordítva patkolták a lovat, hogy úgy nézzen ki a ló, hogy előre megy, és közben hátra megy. Él, nem él, de ez a legenda. Adj Isten! Unjálsz erre, öcsém? Van-e patkója, mert ha nincs, hát legyen? Sürgős. Abbi jön az? Pénzed van-e? Ha nincs, hát lesz. Osztály Sándor 20 évesen a Magyar Televízió nagy sikerű filmsorozatában, amelyet Szinetár Miklós rendezésében Móricz Zsigmond regénye alapján forgattak az 1970-es évek elején. Ez volt életem első szerepe. Tehát én még azt sem tudtam, hogy mi az, hogy színész. Én ezt a szerepet, mikor belegondolok, hogy én nem is emlékszem, hogy játszottam. Én úgy éltem. Együtt aludtam a lovammal, Csillaggal. A színművész első szerepe máig meghatározó, a filmben használt kellékei pedig a Kondorosi csárda kiállításának szintén meghatározó darabjai. Ez volt a bicskám, ez a Pugyli bicska. Ez volt a fokosom, gyönyörű fokos. Ez tényleg múzeális darab. Ez nagyon fontos kelléken volt, ezt úgy hívják, szívükének is mondják. Osztály Sándor azt mondja, ennek köszönheti, hogy végig tudta csinálni a filmforgatást. Ez fogta a derekat. Az történt, hogy hoztak egy, nem a csillaglovammal csináltuk, hanem egy statisztalóval. A füle mellett és a oldalánál ekkora vaktöldénnyel lövöldöztek, hogy vaduljon meg. Fölugrott négy lábbal egy idő után a levegőbe, én nyomtam vissza a nyakát, de nem tudtam, mert a levegőben megfordult ez a hatalmas állat. Én rázuhantam a gerincemre a szikes talajra, itt el is repett a gerincem, és a ló pedig ide vágódott a mellhasonra. Utána fogadásokat kötöttek a stáb, voltunk vagy 200-an vagy 300-an, hogy az oszter többet nem ül lóra. A rendező a filmért aggódott, az orvos az egészségért. Két hét múlva lovon ült, a bandázsal a derekán. Hallod, öcsém Bálint? Te csak ne szeress bele abba a lóba, mert hozzád ragad, aztán úgy jársz, mint a Rózsa Sándor. Hát, az ugye hogy járt? Kurrentálják, úgy járt. Miért kurrentálják? Mióta elszökött a szegedi nagyerdőbe. A legendás filmsorozat is épített a betyárokhoz fűződő mendemondákra, például, hogy sokan álnevet használtak. Móricz filmre vitt regénye a Rózsa Sándor személyét körbelengő romantikát is tovább erősítette. Rózsa Sándor személyéről, alakjáról, tetteiről még a 20. század közepén, sőt az 1960-as, 70-es években is sikerült jeles folklórkutatóknak szövegeket idősektől, visszaemlékezéseket gyűjteni. Sok esetben az is igaz, hogy vándormotívumokról van szó, tehát nem biztos, hogy a szájhagyományban megmaradt történetek mindegyike ugye Rózsa Sándorhoz kötődik. Ugyanaz a motívum sokszor különböző betyárok személyével kapcsolatban is előkerül.
A vándormotívumokra kiváló példa ez a népdal. Az esikeső szép csendesen csepereg, hol Gyuri Bandit, hol Rózsa Sándort emlegeti. Betyárballadák felkutatását is célként tűztük ki, így találhattunk olyan gyönyörű dallamokra, amelyek a Rózsa Sándor életét kísérték. A folklór, Krúdy és Móricz művei, a korabeli és későbbi ponyvaregények Rózsa Sándor bünteteit ugyan nem hallgatják el, mégis inkább pozitív vonásait helyezik előtérbe. A betyárban volt betyárbecsület, a betyárban volt valami közösségi, szociális érzés is, írja róla Vécsei Aurél és Szentesi Zöldi László könyve is, hogy Rózsa Sándor minden nap imádkozott, ez az első. Sohasem káromkodott, és betartotta a bőjtöket. Rablásainak a nagyobb részét tehetős gazdáktól, tehát gazdag parasztoktól hajtotta el az állatokat, földesuraktól, és a személyéhez ugye az kapcsolódik, hogy a hasonló szegény sorú embereket védelmezte, valamint az, hogy a zsákmányt társai között is mindig igazságosan, egyenlően osztotta el, magának soha nem tartott meg többet. Rózsa Sándor megítélésében az 1848-as szabadságharcban vállalt szerepe is nagy jelentőséggel bír. A betyár újabb kegyelemért folyamodik, amelyre ezúttal pozitív választ kap. Jókai Mór Kossuth kegyelmi levelét itt Kiskunfélegyházán juttatta el Rózsa Sándorhoz, erről tanúskodik itt, miszerint a kegyelmi kérését azzal a feltétel, hogy a pusztai vándornéből 150 fegyveresből egy szabad csapatot a szabadságharcban állít Kossuth mellett. Főképpen a szerbek és románok elleni harcokban jeleskedik. Hát nyilván ezeket a betyárokat nehéz a katonai fegyelemmel valamiképpen rendben tartani. Éppen ezért ez a szabad csapat igazából hamarosan feloszlik, kiki vagy közkatonának áll, vagy visszamegy a tanyájára. Ez a nyereg is a egyes források szerint ugye, Rózsa Sándor szabad csapatához tartozó nyereg, akár még ülhetett rajta Rózsa Sándor, és ami talán a legértékesebb itt a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban, ez a fegyver, amelyen jól látható, hogy Rózsa Sándor saját tulajdona volt. Amit talán a szabadságharcot követően is gyakorta használt, hiszen a betyárból nem lett pandúr. Maga Rózsa Sándor is folytatja életét. 1849-ben megnősül. Bodó Katalint veszi feleségül, két fiúgyermeket is szült Rózsa Sándornak, és hát csikósnak állt. De hát a csikós életmód sem elégítette ki sokáig, úgyhogy újra folytatni kezdi, vagy folytatja a betyárok életét, főképpen ugye ez az állatok elhajtását jelentette. És hát megint ugye üldözik. A délalföldi közbiztonság egyre kétségbeejtőbbé válik, így megszervezik a városi és megyei rendfenntartást. A betyár élet soha nem látott ellenállásba ütközik. 1860-as években nevezték ki a környékre Rádai Gedeon királyi biztos. Ekkor lett hírhett a szegedi vár és a szegedi várbörtön is. Fejpénzt hirdetett a betyárok elfogására, és törvénybe hozatta, hogy a feljelentők névtelenségben maradhatnak. 1857-ben fogják el újra. Ekkor egy tanyán az ottani tanyásgazda közreműködésével Szegeden raboskodik, illetve talán érdekes megegyezni, hogy a hírhedt kufsteini várbörtönbe kerül. 1868-ban császári amnestiával szabadul, és ott folytatja, ahol abba hagyta. Kevesen tudják, hogy a környékben történt az első európai vonatrablás. Ez is Rózsa Sándor nevéhez kötődik. Ez a Kistelek és Kiskunfélegyháza között. Az egyik éjszaka felszedték a sineket, kisiklatták a vonatot, és megpróbálták kirabolni. Rózsa Sándor itt szenvedett térlövést, és roncsolt térdelmel nem tudott menekülni. Ekkor fogták el. A közelmúltban bukkant fel az interneten ez a felvétel a hajdani kisteleki vonatrablásról. A 19. századi filmes vonásokkal felvértezett film valójában néhány héttel ezelőtt készült, Rózsa Sándor születésének 200. évfordulója jegyében.
annak idején sínszekkel rögzítették a vágányokat az ajzathoz. Ez azt jelenti, hogy egy kovácsmester is volt a csapatban, és egy mintegy 10 méter hosszban felszette a sín, és ennek hatására az egyik sínszálat ki tudták emelni, és kisiklott a vonat. Azért volt begyár, hogy segítsen a szegény embereket. De hogy volt-e vonatrablás, biztos volt, hogyha... Hát most lesz. Lesz. A Nosztalgia vonat egyik utasa bő 40 éve is részt vett egy hasonló eseményen. Kiskunfélegyházán, ha jól emlékszem, 1971-ben forgatták a Rózsa Sándornak egy jelenetét. Szerintem több száz statiszta volt ebben a jelenetben. Gyakorlatilag egész nap köröztünk a templom körül, és óránként egyszer pedig rohantunk tűzvészt kiabálva. Körülbelül 25 másodperc volt a jelenet, aminek a forgatása egy egész napon át zajlott. Az utasok felkészülten érkeztek az 1868-as vonatrablást megidéző utazásra. Hát azért valamit a betyároknak is kell, tehát azért. Kiugrunk az ablakon, lebirkózzuk az összeset és kész. Persze, megoldjuk, hogy a vonat épségben maradjon. De igaz, ami igaz, a hajdani módszer ma már nem lenne kivitelezhető. Hogyha bármilyen ponton megbontanák a vasúti pályát, akkor azt látnák Szegeden, és azon nyomban jelezni a berendezést. A mai betyárok ugyanúgy zsákmány nélkül távoztak, mint Rózsa Sándor bandája 145 évvel ezelőtt. Akkor azonban a retorzió nem maradt el. Európa első vonatrablása egyben a betyár király utolsó nagy büntette is lett. 72-ben zajlik ellene a nagy per, és hát 1874-ben Szamosújvárra szállítják, a szamosújvári börtönben, és hát 1878-ig raboskodik ott. Ugye a per vége az lesz, hogy elítélik, halálra ítélik, de a halálos ítéletet életfogytiglan börtönre változtatják, és hát Szamosújváron tölti életének utolsó éveit. A szabóságban dolgozik, harisnyakötéssel foglalkozik. Sok betyár a 20 éves kort nem élte meg. Rózsa Sándor betegségben, több mint 60 évesen börtönbe halt meg. Olyan mítosz volt körülötte, ami nem engedte a halálra ítéltnek a kivégzését, ami életében már betyár királlyá minősítette őt. Romantikus hős, szegények támogatója, igazságosztó, akit a hatalom rendre kénytelen megmenteni a kivégzéstől, vagy ellentmondást nem tűrő, retteget, könyörtelen haramia. Ki volt Rózsa Sándor? Bűnöző vagy hős? A nép számára mindenképpen hős. Hős, mert a fennálló rendszer ellen, tehát a földesurak, a feudális elnyomás ellen harcolt. Élete tulajdonképpen a szabadság jelképe és megtestesítője is, hiszen a betyárok egy szabad életet éltek. Említettük az 1848-as eseményeket, szabadsághős is. Maradjunk abban, hogy azért betyár volt, tehát sok rosszat elkövetett, nem gondolom, hogy példaképként kellene őt kezelni. Azokat a pozitív vonásait, amik megvoltak, azokat nyilván a mai kornak is át kellene venni. Ő egy ellenálló volt, és hogyha a mai korra átültetjük, akkor a globális hatalom ellen, a Habsburg dinasztia ellen hadakozott, és amikor szükség volt az országnak, akkor pedig a haza érdekébe helyt állt. Legenda az szájhagyomány. Lehet, hogy modulálódik az idővel, de oktalanul a legendák nem alakulnak ki. Méltatlanul legenda nincsen.